Itt áll mellettem a Fatal Error, és a srácok nem tudják, hogy hallottam, de itt arról beszélgettetek, hogy még mindig remegtek. Hát mitől remegtek ti, mondjátok nekem, hogy én is remegek lassan, de mi a baj? Éhes vagyok. Tényleg? Egyébként igen. De nem ez a lényeg, hanem hogy bejutottunk a döntőbe, és hát ezért remegünk. Azért ez nem egy kis dolog, hát iszonyatosan hálásak vagyunk, nagyon, nagyon nagy segítséget kaptunk, úgyhogy köszönjük. De ezen ennyire meglepődtetek, hogy gondolom, hogy ma, amikor elindultatok, azért lejátszódott a fejetekben, hogy vagy be fogtok jutni, vagy nem. És akkor ti csak arra gondoltatok, hogy mi lesz, hogyha nem írtatok arra egy köszönőbeszédet, vagy mi történt? Hát az a helyzet, hogy bár optimisták vagyunk, de egyben realisták is, és hát nagyon benne volt a pakliban az, én már fogalmaztam meg a fejembe a kis köszönőposztot, hogy azért nagyon szeretnék megköszönni a támogatást, és akkor várunk mindenki továbbra is a koncertek, erre így kimondják a nevünket, és az a... Jó, de ez nem volt felesleges munka részedről, úgyhogy fogalmazd azt a beszédet, mert ugye kell ez majd a döntőre, ugye? A döntőbe, igen. Hát, hogy a döntőbe biztos. Én már tudok valamit, sőt egyébként annyira tudok valamit, hogy pont néztem, hogy mennyire örültetek, letaroltátok a két műsorvezetőnket, ezért Bogi sincs ehhez hozzászokva. Ti mindig ennyire tudtok mindennek örülni, vagy itt most egyszerűen ez a nagy feszültség, vagy ez a nagy teher, ez most leesett a vállatokról? Ha kiestünk volna, akkor ugyanúgy letaroljuk. De mi általában mindennek tudunk örülni, hiszen köszönjük szépen, tehát nem bírunk más mondani. Hát szegények egész nap így dolgoznak, és így szabályok szerint így mozognak és csinálják, és ez egy nehéz meló lehet, ahogy így nézem őket, és így kicsit akartunk adni ebből a felelőtlenségből, meg ebből a felszabadultságból nekik. Hogy ki akartuk zökkenteni őket. Sikerült is abszolút, meg a zsűri azt mondta rólatok, hogy a ti rajongóitok nem érti, hogy nem értik, hogy ti miért vagytok itt, akkor közben van más zenekar rajongója, aki szintén nem érti, de hát a közönség meg úgy néz ki, hogy abszolút érti, hogy miért vagytok itt, és nektek itt kell lennetek. Az a helyzet, hogy először is hát a rajongó szót egy kicsit túlzásnak érezzük, megmondjuk őszintén, mert nekünk barátaink, közönségünk van, mert rajongója az Iron Maidennek vannak, tehát hogy azért... Jó, hát szuper jó fejek vagytok, srácok, és én még bármeddig tudnék veletek beszélgetni, de mennünk kell tovább.